Sziasztok, én Krisztián vagyok, és itt a Minecraft második része. A csevegés megnyitásához nyomd meg a ZT vagy százalék gombot. Akkor az előző részben, jól emlékszem, kifosztottuk ezt a falut. És mit akartam csinálni? Mondjuk valami helyet kéne keresni, ahol letelepedünk. Ott gyáncsán tolt vasásó. Mit dobjak el? Húst eldobom. A rohadt hús nem kell. Van 32 kenyerem. Ó, és ez még nem is törtelt. Törhetetlenség és hatékonyság kettő van rajta. Na, úgy látszik, farmolgatni fogok. Nem tudom, a sivatagban vagy itt, ezen a részen itt legyen a ház. Hát... sok munka lenne a csinosítás, és ez miatt. Már ez ilyen izésű, amire nem lehet átvinni a rendes füvet, ezt. Na. Mondjuk ide egy ilyen kis fakuckó jó lenne. De azt megcsinálom videón kívül. Sziasztok, még nem vagyok kész a házzal, de most jövök rá, hogy nincs is nálam fa. De már ennyire kiástam a házat. De azon kell gondolkozni, hogy honnan szerzek fát. Mondjuk pont egy ilyen erdő mellett vagyok. Úgyhogy elmegyek fát szedni. Tudjátok mit? Ez az építkezős rész lesz. Kiszedek egy réteg. Nem baj, majd úgyis a padlót is főkőszednem. Egy réteg vastagságot is szedek. Már tele a tárhelyem. Tehát nem hoztam magammal. Nekem nem tudom miért, de a chest meg minden alá is teszek akármilyen blokkot. Mondjuk kőblokknak jó lenne ilyen spawnnak. Szerintem a padló.
Aki a végeredményre kíváncsi, az úgy menjen el a 10. percig kb. Aki meg még nézni akarja, hogy a mások meg majd az építést is csinálom, az maradjon. Na, itt szerintem nem fogok sokat beszélni, de nem baj. Szerintem ma most jobb, mint az elejébb volt. Meg már minden fából lesz a fölött. Szerintem. Tudjátok mit? Van egy tök jó díszítő ellen ötletem. De majd mikor megyünk majd a Netherbe meg ilyenekbe, akkor azért majd csinosítani fogom a házamat az ott szerzett elemekből is. Meg mindenből. De középre egy ilyen nagy oszlop. Tudjátok mit? Döntsétek el ti, ha jól néz ki, marad az oszlop, ha nem, akkor nem, de én szerintem most kiszedem már, csak a helyet foglalja. Oké, ezt meg ezt lehelyezem. Ennek majd egy külön szobát csinálunk, crafting table-t ide. Csinálok egy ládát. Nem ilyen. Mert az nem láda, az nem tudom én se, hogy mire jó. Ami jelenleg nem kell, azt leteszem. Kaktusz nem kell, csont nem kell. Na jó, a kő az kell. Gyémánt nem kell, nautilus nem kell. Csákány az tuti kell. Remélem azért hallatszódok a videóba. Nem baj, ha nem hallatszódok, ez lesz a halk rész. Na. Mindjárt be is pakoltam.
Akkor a sót viszem, ezt viszem. Várjunk, tettem volna a zöld ágyat, meg kicserélem. Van itt sima töltsfa, kell balta. Ezt csinálok abból valamit, amit nem mindig láthattatok, mert ez csak itt az 1.14-ben van, de... Ja, meg a 13-ban is volt, hogy le lehet kérgezni a fát. De most már crafting receptek is vannak vele. Oké, a többit meg már csak simán kivágom. Kemence kell. És kész is van a füstölő. Nyugi, ezt meg én se tudom, mire lesz jó. Tudjátok mit? Falusiaknál láttam, csináltak neki ilyen kéményt, majd mi is csinálunk. Ugye még csinosítgatni fogunk ezen, főleg ezen itt. Na, jöhet a fél órás bányászás, de akinek azt mondtam, a 10. percbe jöjjön, mert akkor már kb. Kész lesz a ház. Kb. Kész van, berendezkedtem, de még lesz erre egy ilyen kisebb szoba. Tudjátok mi? Úgyis hoztam egy rakat könyvet el a falus, és akkor csinálok ide egy ilyen könyvtárszerűt. És majd itt lesz az enchanting asztal, meg ez, amiről lehet olvasni a könyvet. Még vastagabbá teszem ezt a... Wow! Szocskő, tudod letennem így? Nem tudom. Egyre vastagabb lesz ez a szoba. Ezt abban a felében lesz szerint. Hát ide tesszük majd az enchanting asztalt. Akkor ezt így ide, ja, nincs rajta könyv, mi kell ahhoz az olvasható könyvhez. Na, arra teszem, ide teszem le. Na jó. Ráda itt se jó, hova tegyem. Agy. Be tudom, hogy csak érceket lehet égetni, ebbe talán húst, meg fát. Ha mindjárt megnézzük, van valami húsom. Mindent hoztam magammal, de húst nem. Tudjátok mit? Akkor ezekből, amik nálam vannak, csinálok
egy vagy kettő darab putty könyves polcot. Eddig úgy néz ki, mintha valami kőkorszaki szaki lennék. Na. A kőkorszaki szaki folytassa a játékot. És nem tudja, mit csináljon. Ez még korai lenne, ha azt mondanám, hogy elmegyünk túrázni. Nem, mondjuk fát kéne vágni, csak először alszok. Alszok, azt fát vágunk. De szerintem ez már nem lesz benne a videóban, az, hogy fát vágunk. De mindjárt jövök egy perc, és aztán itt leszek. Na, éppen vágás közben vagyok, és egy cukiság is jött a videóba. Amúgy tök jól meg lehet jegyezni, hogy itt a két hegy között, de át is tudok menni, meg a két hegytől megjegyzem, hogy itt lakok. Ott egy láma. Tudjátok mi? Nekem kell egy láma. Láma, hogyan lehet ide csalni? Nem baj. Most nem kell láma, majd később szerzek lámát. Ki lámát akar, az majd talán láthat a következő részbe. Többet, jobbat, és még többet, és még jobbat. Írjátok le kommentben, ha szeretettek, hogy a lámát idehozzam a házba. Bentre. És ne üljen meg. Na. Mindjárt kész is vagyok a házzal, szinte. Na jó, az a mondat meg el van túlozva, hogy szinte kész vagyok a házzal. Túlzásom nem is volt egy olyan nagy túlzás. Tényleg mindjárt kész a ház. Tudjátok mit? Van egy ötletem. Már most idehozom a lámát. Higgyetek nekem. És... akkor ölöm csak meg a lámát, hogyha nem lesz meg a kettő like a videón. És írjátok le kommentbe, hogy ne, hogy megöljem, vagy nem.
most a Clash Royale-os és a Clash of Clans-es barbárról beszélek, hanem a barbárról. Tudjátok mit? Én ezt a házat befejezem, és azzal zárnánk a videót. Na jó, csak a következő részben fejezem be, mert... Hát... Nem volt elég faanyagom. De azért kifáklyázom. Még ebben a részben ki lesz fáklyázva. Ez a videó legizgalmasabb perce. És ezt szerintem itt meghagyom ilyen kövesnek. Ezt a részt itt ne nézzétek. Így meghagyom kövesnek. Na. De. Hol is tartottam, ja? De ha tetszett a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Bocsánat. Egy is, hol is tartottam, ja? Lájkoljátok, és... Sziasztok!